Köszöntöm a hallgatókat, Krausz Andrea vagyok, vendégem a stúdióban egy adventi jótékonysági est szervezői, Kisné Benkő Tünde főszervező, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Bánhidi Tibor, a Reménység Alapítvány szakmai vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem első alkalommal szervezik önök ezt az estet. Hányadik is tulajdonképpen? 14. alkalommal tartjuk ezt a hangversenyt, most már csak minden adventi időszakban, korábban még a húsvét pünköst közötti időszakban is tartottunk ilyen jótékonysági esteket. Mi a célja egy ilyen estnek? Szeretnénk olyan családokat segíteni, akik önhibájukon kívül kerültek olyan nehéz helyzetbe, hogy vagy betegség, vagy eladósodás miatt, hogy nem tudnak kimászni egy gödörből, és a mi segítségünkkel megpróbálnak egy picit talpra állni. Tavaly például olyan családot támogattunk, akiknek nagyon-nagyon felhalmozódott villany- és gázszámlájuk volt, de nem azért, mert elszórták volna pénzüket, haláleset miatt lettek ilyen nagyon nehéz helyzetbe, és nekik, amit bejött pénz, ki tudták fizetni az adósságaikat, úgyhogy nekik ez nagyon nagy segítség volt. A tavalyi évben mekkora összeget sikerült gyűjteni? 900 ezer forint támogatást adtunk át készpénzben, és emellett 200-250 ezer forint árgyi adományjal lettek gazdagabbak a családok. Lehet azt mondani, hogy ez egy rekord volt a tavalyi adventi koncert, így van? Mindenképpen. Ha arra gondolunk, hogy ezelőtt egy pár évvel, mikor kezdtük a koncerteket, a legelső alkalommal 40 ezer forintot tudtunk átadni. Nagyon örültünk akkor annak a pénznek is, mert teljesen új utakra léptünk, és ez is nagyon meglepő volt, hogy már ennyi pénzt tudtunk adni. Aztán, hogy szépen telik az idő, egyre többen megismerik ezt a kezdeményezést, amit mi csinálunk, hogy nem magunknak gyűjtünk, nem majd valamikor átadjuk a pénzt, hanem ott a helyszínen átadjuk. A családok visszajeleznek, mi is igyekszünk visszajelzéseket adni a támogatók felé, hogy mi történik azokkal a családokkal, a pénzzel, az adományokkal, amit átadunk. És talán nagyobb lett a bizalom, talán többen hallanak már rólunk, és úgy gondolom, hogy lett már egy olyan renomink, amit elfogadnak többen, és ezért támogatják azokat, akiket fölkeressünk, és akiknek szeretnénk segíteni. Tibor, egy picit mutassa be nekünk a Reménység Alapítványt, mivel foglalkoznak, kiket támogatnak. 1989 óta dolgozik a Reménység Alapítvány 3 területen, gyermekekért, felnőttekért és idősekért is, gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelőszülőkkel, befogadott gyermekeket nevelünk, családok átmeneti otthonában olyan anyákat fogadunk, illetve teljes családokat is, akik önhibájukon kívül, vagy néha önhibájukból is lakhatási problémákkal küzdenek, életvezetési nehézségekkel, és nem egy esetben bántalmazott anyákat, gyermekeket is befogadunk az otthonba. Ezen kívül alkoholbetegekért dolgozunk nagyon sok területen, a legalacsonyabb küszöbű közösségi ellátástól a bentlakásos otthonig egy fél éves terápia keretében, és van egy 50 fős idősek otthona intézményegységünk is, ahol ápolásra szoruló időseket látunk el. Nem csak időseket, vannak fiatalok is, akik szociális otthoni elhelyezéssel vannak velünk. És annak idején hogy jött az ötlet, hogy legyenek jótékonysági koncertek? Zenét tanítottunk Nágocson a nevelőszülőknél élő befogadott és saját gyermekeinkkel, és azután hát létrejött egy kis pengetős zenekar, egy kis furulya zenekar, akkor egy kis gyermekkórus, és akkor kitaláltuk azt, hogy adjunk egy pici mini koncertet így, és 2005 decemberéig az alapítvány, illetve a kis zenekarunk, énekkarunk olyan koncerteket tartott, ahol saját magunknak gyűjtöttünk támogatást. Hát ezeknek az összege általában az úti költségünket fedezte, vagy egy-egy elhagyott hangszert, kottatartót pótoltunk belőle. Utána, mivel gyermekvédelemben eléggé fontos az, hogy a családokat valamilyen módon segítsük, ezért a siófoki gyermekjóléti szolgálattal is felvettük a kapcsolatot, hogy mi lenne, hogyha ők ajánlanának családokat, akiknek a javára gyűjtenénk támogatást, és akkor így indult el ez az adományozási rendszer, hogy minden belépő jegyből, illetve készítettünk támogatójegyeket félve apró léptekkel, hogy hát ha majd ebből is vásárolnának az emberek, és így ajánlottak családokat, később már az orvosok, az egészségügy is belekapcsolódott, a családsegítő központ, és ezekből az ajánlásokból választottunk ki mindig 2-3 családot,
A családokhoz mindig személyesen is kiutazunk, meglátogatjuk őket. Annak idején a Sió TV-vel közösen is kis bemutató filmeket készítettünk, így az emberek megismerték, hogy kiknek is gyűjtünk támogatást, és ezután a családok maguk is eljöttek a koncertre a többi látogatóval együtt, és ott a helyszínen a fővédnökeink adták át a támogatásokat. Így tavaly ugye ezt a majdnem 1 millió forintos támogatást 3 család kaphatta meg. Tünde, hogyan választották ki az idei támogatottakat? Ugye itt 3 kisgyerek játssza a főszerepet, Vajk, Máté és Kiara. Egy kicsit mutassa be ezeket a családokat, illetve ezeket a gyerekeket. Igen, a Mátékat már egy pár évvel ezelőtt támogattuk, és mivel mondtam, hogy figyelemmel kísérjük ezeket a családokat, akiket támogatunk, azt állapítottuk meg, hogy ők valóban minden pénzüket, energiájukat a kisfiúk gyógykezelésére fordítják. A Máténak olyan betegsége van, hogy az országban nincs több ilyen izomsorvadásos betegséges gyerek, sőt a világon is összesen 2 vannak ilyen betegek. Máték nagyon nehéz helyzetben vannak, mert el kellett adják a Siófokon levő házukat, hogy valami másik házat vegyenek, ahova a kis kocsiával Máté tud közlekedni. Úgyhogy ez is egy elég nehéz helyzet, eléállítja a szülőket anyagilag, és a kisfiú műtét előtt áll, gerinc műtétet kell végrehajtsanak nála, leállt az egyik tüdeje már attól, hogy nem tudnak nyúlni az izmai, a csontja viszont nőne, úgyhogy azt mondták az orvosok, hogy ha ez a műtét sikerül, akkor 15 centivel egyből magasabb lesz a kisfiú, és a belső szerve is elkezdenének talán rendesen dolgozni. A Máténak reflux betegsége is kialakult, úgyhogy nagyon-nagyon lefogyott, most arra várnak, hogy egy picit hízzon. 8 éves, 8,5 éves és 14-15 kiló. Tehát legalább 20 kilónak kellene lenni, hogy ezt a műtétet el tudják végezni rajta. És gondolom az egész család azon összpontosít, vagy azzal foglalkozik, hogy a kisfiúnak mindene meg legyen, és összeszedje magát. Így van, nagyon-nagyon tetszik az egész család hozzáállása. Ritka eset az, mikor beteg gyerek van a családba, és az apa nem fordul el a családtól, és ez nagyon-nagyon példaértékű, ahogy ott az apuka is teljes mértékben, teljes melbedobással helytáll a családjáért. Nagyon megható is látni azt, hogy mennyire szeretik egymást, és összetartanak minden dolgukban, minden feladatukban. Az idén a Mátékat választottuk, a másik 2 családot pedig ők ajánlották. Érdekes módon a bajba jutott emberek jobban tudják, hogy ki az, aki bajba van. Mondták, hogy hát ők még tudnának sokkal nehezebb helyzetbe levő családot is. Tudni kell azt, hogy aki bajba van, nem azt mondja, hogy hú, hát én vagyok a legnagyobb bajba. Tehát aki tényleg bajba van, és aki tényleg nagyon rossz helyzetben van, az nem azt mondja, hogy na most csak nekem gyűjtsetek, mert nekem nagyon nagy szükségem van, hanem hogy hát ő esetleg nagyobb bajban van, ez a másik kisgyerek, és ez nagyon érdekes megtapasztalni, hogy még mi egészségesek esetleg panaszkodunk hol azért, aki tényleg nagyon nehéz helyzetben van, az valahogy jobban rá tud figyelni a másik embere is. És ezt a másik 2 családot is ők ismerték, és ők ajánlották, elmentünk hozzájuk, elmentünk a gyermekorvosokhoz, és valóban úgy állapítottuk meg, hogy tényleg arra szorulnak ők is. Kiara, ő most 4 éves, már a 10. kemoterápiáján van túl, 2 éves korától kezdve volt ilyen nagyon súlyos betegsége, amit nem tudtak, hogy pontosan mi. És februárban, az idén februárban egy neurológus szakorvos Pécsen találta meg a baj forrását. Egy nagy tumor volt a bélrendszerében, a gerincénél, és éppen csak nem halt meg a kislány. És a szülőknek, főleg az édesanyának a rendkívül pozitív hozzáállása a kislányhoz, az nagyon sok erőt adott szerintem a kislány gyógyulásának is, és önmagának is, hogy ő mindenképpen meg szeretné, hogy gyógyuljon a kislánya, és hogy ő hiszi azt, hogy a Jóisten meg is fogja segíteni abban, hogy valóban teljesen meggyógyuljon az ő kislánya. Ott 3 gyerek van, a másik 2 kisgyerek egészséges. Kiaráiknak nagyon sokan segítettek is már eddig is, ami nagyon-nagyon jó. Az anyuka nagyon boldog lenne, hogyha kaphatna majd egy szárítógépet, vagy egy mosogatógépet, mert mindent fertőtleníteni kell örökké. A kislánynak ilyen félsteril szobára, meg lakásra van szüksége, és köbméterszám fogy a domestos, meg az ilyen mindenféle fertőtlenítőszerek, mindent minden nap ki kell mosni, úgyhogy örökké ebben van szegény elfoglalva, és neki nagy könnyebbség lenne, hogyha esetleg ilyen kaphatna. A 3. családnál Vajkék, ott a 8. lombik bébi beültetés után maradt terhes az édesanyja, nagyon szerették volna már, hogy legyen kisbabájuk. A vagyonukat ráköltötték arra, hogy terhes maradjon, és mikor megszülettek a babák 7 hónapra,
akkor az inkubátorban lett a kisfiúnak olyan problémája, hogy kilukadt a tüdeje, és kapott egy agyvérzést. Most neki egy hónapja tették be a végleges söntöt a kis fejébe, és hát abban reménykednek, hogy ez majd fog segíteni abban, hogy egészséges életet tudjon folytatni, mint amit a többi kisgyerek. És ennek érdekében dévénytornára hordják hetente Fehérvára, itt Siófokon gyógyúszásra, korai fejlesztésre hordják. És szinte mindennapi programjuk az, hogy gyerekekkel járnak a városban, illetve a városon kívül. Tehát mennyire fontosak ezek az erőfeszítések? Én magam is láttam egy korábbi ilyen jótékonysági akció során, ahol ugyancsak egy siófoki kisfiúval kapcsolatban láthattuk azt, hogy a korai fejlesztés mennyire fontos, és annál a családnál is a kisfiú hatalmasat fejlődött. Lehet ezt mondani, így van? Ez pontosan így van. Egy hónappal ezelőtt készítettünk egy filmet a kisfiúról, most a Vajkra gondolok konkrétan, és a kis bal kezét alig tudta mozgatni. Ma, hogy szintén elmentünk a családot meglátogatni, sokkal jobban mozog a keze, és mondta az anyuka boldogan, hogy a dévénytorna, ami Fehérváron van, ez nagyon-nagyon sokat segít a kisfiú fejlődésében. Tehát mindenképpen jó, és nagyon-nagyon kár, hogy itt Siófokon nincs ilyen lehetőség. Most konkrétan hogyan segíthetnek mindazok, akik hallják ezt a riportot? Menjenek el a koncertre, vagy van más támogatási lehetőség is? Hát mindenképpen hívnánk mindenkit sok szeretettel a koncertre, már csak azért is, mert nagyon szép műsorral készülünk mindazoknak, akik eljönnek és megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel. Egész más talán az embereknek a lelke egy karácsony környékén jobban megnyílik talán, és hogyha mi át tudunk adni nem csak pénzt, hanem egy nagy adag szeretetet, egy nagy adag összefogás eredményeképpen törődés, érzést, akkor az nem csak a családokra hat, úgy gondolom, hanem azokra is, akik eljöttek. Többen mondták már, hogy ott voltak a koncerten, és hú, hát ez milyen jó volt, és máskor is el fognak jönni. Tehát ott a koncerten lehet venni belépő és támogatójegyet, hogyha valaki netalán nem tudná eljönni, de remélem, hogy ezek kevesen vannak, akik nem tudnak eljönni, ők tudnak elővételbe vásárolni támogatójegyet a víztoronynál, és a 8 színvirág óvodában, illetve mocorgó óvodában lehet vásárolni. Azon kívül számlaszám is van, ami a Reménység Alapítvány honlapján megtalálható. Ott elkülönítetten lehet a családoknak adni a támogatást. Tibor, mint az EST zenei szerkesztője is, milyen műsorra számítsanak azok, akik ellátogatnak? A kórus és a zenekar újra nagyfába vágta a fejszét, azt kell mondanom, ebben az évben, minden évben szeretnénk egy kicsit mi is fejlődni. Mendelssohn 42. Zsoltárának az első tételét fogja előadni a kórusunk, ezen kívül több barokkmű fog majd felcsendülni, Johann Sebastian Bachtól is, és a koncertnek egyik vendége Ehart Gábor, zongora művész lesz. Ezen kívül természetesen a siófoki művészeti iskolának a tanárai, volt tanárai is közreműködnek. Most már ennyi év táblatában hogy látják, hogy az emberek adakozó kedvűek-e, mennyire nyílnak meg egy ilyen alkalommal? Siófokról korábban azt gondoltam, nem idevalósi lévén, hogy itt azért az ifjúságnak a szabadidő eltöltése estébe, éjszakai programokra nyitott, de azt kell tapasztalnom, hogyha látják az emberek, hogy egy tiszta segítési lehetőség van, akkor képesek arra is, hogy odafigyeljenek másokra, olyanokra, akik valóban talán tőlük nehezebb helyzetben vannak, és amikor az emberek gondolkodása eljut odáig, hogy nem csak magukra gondolnak, hanem megpróbálják beleélni magukat egy másik nehezebb sorsú társuk, akár kisgyermek helyzetébe, akkor készek arra is, hogy megnyissák az anyagi erőforrásaikat is, hogy támogassák a családokat. Én fejlődni látom a várost is ebből a szempontból. Tünde? Én is ezt meg tudom erősíteni. Több helyről kérünk támogatást. Például, mikor vége van a hangversenynek, mindig megvendégeljük azokat, akik eljönnek. Na nem saját magunk sütögetünk, hanem a pékségek szoktam megkérni, hogy támogassanak. És annyira érdekes volt, pont az idén tapasztaltam azt, hogy azok a pékségek, akik mindig meghatározottan kérdezik, hogy mit szeretnénk, és most az idén több felajánlás is volt, hogy hát akkor ők még ezt is adnának, meg azt is adnának azon kívül, amit én kértem. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó tapasztalat volt. Vannak olyanok, akik tányért, poharat, ilyen hétköznapi dolgokat adnak a hangverseny szervezéséhez, azt is már szinte kérnem se kell, hogyha meglátnak, hogy azért jöttél, mert most is az idén lesz ilyen hangverseny, és akkor adunk nektek. Támogatójegyeket is azt tapasztaljuk, hogy többen vesznek, vagy akikhez már régebbi kapcsolat révén eljutunk, tudják, hogy miről van szó. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy ha már valaki siófoki és jól menő vállalkozó, annak már ciki, hogyha nem támogat bennünket. Úgyhogy ezt azért jó volt hallani.
Még a családokhoz visszatérve, hogyha valaki most nem olyan vájt füllel hallgatja ezt, hogy siófoki családokat támogat ugye ez az alapítvány, akkor azt is gondolhatná, hogy egy ilyen gazdag városban mi szükség van erre. Ugyanakkor, hogyha az ember körülnéz és mélyebbre hatol, akkor láthatja azt, hogy mindenhol vannak problémák, mindenhol vannak nehéz helyzetben lévő családok, főként azok, akik betegséggel küzdenek. Biztos, hogy léteznek mindenütt ilyen gondok. Ha az ember picit nyitott szemmel jár a világba, akkor egyre több az a család, akik elszegényednek. Tehát ezt ki kell mondani, hogy elszegényednek. A mi három családunk esetében konkrétan azért szegényedtek el teljesen, mert olyanra költik a pénzüket, vagy olyanokra, akik a saját gyerekeik. Hogyha valaki ezt belegondol szülőként, hogy adjak hálát a Jóistennek, hogy egészséges a gyerekem, így is milyen sokba kerül öltöztetni, külön órára hordani, ide-oda vinni, tehát tudjuk, hogy milyen sokba kerül egy gyereknek a felnevelése. Most ha ezt megszorozzuk nem tudom hányjal, hogy mi hetente, naponta vinni fejlesztésre, ami sajnos nem ingyenes, az OAP nem fizeti. Például az ikreket is mindegyiket kellene, vagy hordják is fejlesztésre, a dévény tornára, de csak az egyiket fizeti az OEP, a másikat nem fizeti. Úgyhogy ha ebbe belegondolunk, hogy milyen rengeteg kiadásba kerül egy-egy gyereknek a fejlesztése, az, hogy segítsünk, akkor azt gondolom, hogy aki megteheti, nyilván aki megteheti, az segítsen. Pontosan mikor lesz a koncert, és hány órakor kezdődik, hová menjenek az érdeklődők? December 14-én vasárnap lesz a koncertünk a Művelődési Házba, Kálmán Imre Kulturális Központ a nagy termében. Mindenkit sok szeretettel várunk 4 órára ide a Művelődési Házba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen a lehetőséget.